gondoltam, hogy leülök és sminkelek egyet. Éjszakásból végeztem most, aludtam egy óráig, és úgy döntöttem, hogy sminkelek egyet. Igyekszem nem nagyon elhúzni a dolgot, de gondoltam, hogy feldobok egy sminket, egy ilyen sima hétköznapi dologra gondoltam. Nem akarom túlcifrázni, elég kókott vagyok még ilyenkor, de gondoltam, csinálok nektek egy ilyen videót, és meg akarom mutatni, hogy miket fogok használni. Az első a Hygiene Hawaii palettája lesz a BH Cosmeticsnek, mert hát azért ilyen. Nagyon szeretem a színes sminkeket, főleg mostanában, meg jön a nyár, meg nem tudom, de azért legtöbben szerintem hétköznapokban a sima, egyszerű, hordható sminkeket hordjuk szerintem, tehát most csak egy sima sminket akarok feldobni, egy ilyen kis bármikor hordhatót. A MAC-nek a Paintörli pottyát használom. Nem, a MAC-nek a Paint pottyát használom, Paintörli árnyalatban. Ezt használom szemhéj alapnak már jó ideje. Nekem nagyon szépen megtartja a szememen a szemsminket. És én alulra is szoktam tenni egy picit a korrektornak. Úgyhogy erre gondoltam, hogy ezzel a palettával csinálok egy ilyen sima sminket, és ki akarok próbálni egy alapozót, vagyis már próbálgatom egy ideje. Viszont nagyon világos árnyalatot vettem, ez a L'Oréal Infallible-nak a Fresh Wear alapozója, mert én mostanában nagyon nagy divatja lett ezeknek a gyenge fedésű szérum alapozó, nem látszik, hogy rajtad van, bőrtextúrája van, mit tudom én, de én kicsit kezdem unni, én azért szeretem, ha takar is egy alapozó, úgyhogy azt fogom most keverni, mert túl világos árnyalatot vettem. A palettából ezzel a rózsaszín színnel fogok kezdeni, utána mélyíteni pedig ezzel a hideg barnával fogok. Úgyhogy erre gondoltam, hogy csinálok egy ilyen sminket, megmutatom nektek, csak keverve tudom megmutatni az alapozót, mert a felvittem nagy sebben lobbal a Szilus kávézónában, ami baromi jól sikerült. Nagyon jó beszélgetés volt, meg fogjuk ismételni Szilóval, mert neki is tetszett, úgyhogy ott a beszélgetés volt a lényeg. Én ott annyira nem is figyeltem, hogy sminkelés, csak mit tudom, én ki akartam próbálni ezt az alapozót, mert akkor érkezett és nem lett volna már rá a műszak előtt időm. És nagyon világos. A porcelán árnyalatot rendeltem, mert attól tartottam, hogy nehogy sárga legyen, tehát nehogy ilyen túlságosan sárgát rendeljek. Azóta már megrendeltem ennek az alapozónak a linen árnyalatát, de nekem annyira tetszik a fedése, hogy én ebből bármennyit hajlandó vagyok megvenni, mert nagyon tetszik, tehát gyönyörű a bőrön. Nekem nem mászik el, nem átzsírosodik nyilván, de nem kezd el így csucsogni a zsírtól a szememen, úgyhogy nekem ez nagyon bejön, tetszik, ráadásul most a Notion akciós is, és ingyenes szállítással van, szóval nekem nagyon bejött ez az alapozó. És valahogy jobban esik a kicsit erősebb fedés. Tudom, hogy 30 darab alapozón van itthon, de erre nagyon régóta kíváncsi vagyok, és most elkapott a hív, hogy ezt így ki is próbálgassam, úgyhogy ezt fogom tenni. Na, megcsináltam a kis rózsaszín alapomat, veszek egy kisebb fejű ecsetet, és hozom a Mau színt, Maui, egy ilyen hidegebb barna. Ezzel fogom bemélyíteni. Úgyhogy próbálom nem elnyomni a rózsaszín hátteremet. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most csinálok nektek egy ilyen csacsogós videót. Az ilyen kávézónákat, amit Szilóval is csináltunk, jó lenne többetekkel csinálni, gyertek csacsogni. Tök jó, nekem nagyon tetszik. Most inkább ilyen gyerekes témákról beszélgettünk, mint óvoda. Jönnek kommentek is, vagytok, akik feliratkoztatok. Gondolom Szilú által, hogy így, akik nem ismernek engem, hanem Szilú által, köszönöm szépen, hogy jöttök. Én nagyon szeretem ezeket a live-okat, mert ezek nem olyanok, mint ez a videó, hogy leülök és felveszem. Ha valami olyat mondok, kivágom, de
Eleve úgy szoktam csinálni a videóimat, hogy azért nem vágok ki olyan nagyon nagy dolgot. Ha nagyon csendben maradok, azt szoktam felgyorsítani. Ha nagyon durva dolgot mondok, azt azért ki szoktam mondani, vagy ki szoktam vágni. Na, látjátok, éjszakás vagyok, szóval beszélni is alig tudok. Hogy éjszakás voltam. Úgyhogy én szeretem ezt. Sokaknak nem tetszik, azt olvastam magamról itt, ott, amott, például a Redditen is, hogy unalmas vagyok. Hát lehet, hogy unalmas vagyok, de nyilván nem én fogom megmondani, hogy miből van a spanyol viasz. De akinek, aki hétköznapi tartalomra vágyik, vagy olyanra, aki hasonló hozzá egy hétköznapi emberhez, és nem gondolom magamról, hogy én vagyok a YouTube sztár, meg én vagyok a valaki, azt szerintem feliratkozik, mert olyan nagyon nagy újdonságokat nem feltétlenül én fogok mutatni, esetleg tapasztalatokat tudok, mit tudom én, ilyen sima háztartási tippeket, én hogyan csinálom, mi hogy lakunk, tehát nem én vagyok a sztár, aki után menni kell. Ha a sminkem nem tetszik valakinek, hát nem vagyok sminkes, én itthon sminkelgetem magamat, ezt én így tudom, én soha nem is mondtam, hogy én lennék a valaki, úgyhogy, ja, végül is ezeket is el tudom fogadni, úgyhogy várom, hogy legyenek még ilyen élők, mert ezért... Ha nem is csinálnék több videót a csatornára, mert mondjuk megunnám, vagy valaki beszólna, és nem akarnám elküldeni melegebb éghajlatra nagyon durván, akkor ha abba hagynám még a videózást, akkor is az élőket meghagynám. Mert imádom a live-okat, mert az a legközvetlenebb dolog itt a YouTube-on, mert ott tudtok jönni, tudunk beszélgetni, tudtok kérdezni, imádok élőzni. Úgyhogy nekem az nagyon bejött. Na, ilyen a szemem jelenleg. Nem lesz semmi durva, még egy picit mélyítek rajta ugyanazzal a színnel, mert ezzel a rózsaszínnel nagyon szépen elkeveredik. És nem lesz túl erős a színe. Nagyon szép. Aztán a külső vébe lehet, hogy majd csempészek a legsötétebb árnyalatból, vagy csak ide becsípek egy kicsit, leszedem az ecsetről. És van benne egy Honolulu nevű szín, ez a nagyon sötét barna, egy picit csempészek ide a külső sarokba. Na szóval, picit ezzel itt eldolgozom. Nagyon szeretem a BH Cosmetics palettáit, mert gyönyörűen el lehet dolgozni a színeket, és ugye most még a június végéig Pink Pandán is akciós. Így, kicsit eldolgozgatom. Mert egy fényes színt szeretnék felvinni, valami pezsgős árnyalatút, vagy rózsaszínes beütésűt, szóval nem akarok semmi durvát. Csak egy ilyen kis lightikos sminket, és én nagyon szeretem, mikor ilyen elegánsabbra sikerül a sminkem, és nem mindig ezekre a csiricsári színes sminkekre. Azokkal is el vagyok egyébként, de szeretem, mikor így kicsit visszafogottabb. A szokásos, a NYX Glitter Primer, én ezt mindig használom. Annyi problémám van ezzel a tégellyel, hogy elvált itt a csőre. Mindjárt megmutatom. Megragasztottam. Itt a csőr le akar törni, és oldalt elkezdett kijönni maga a termék. Hát remélem, hogy sikerült. Bekentem egy kis gyors száradású ragasztóval, és nagyon óvatosan próbálom kinyomni, hogy ne az oldalán jöjjön, mert nem szeretném még áttölteni egy sima tégelybe, mert hát azért ezeket elhasználni még így is, hogy minden sminkhez használom, egy művészet, mert rengeteg termék van benne, ugye az AliExpress-es társát is vagy 2 évig használtam, vagy 1 évig, hát nem tudom, de nagyon sokáig, és nem fogyott el, úgyhogy az úgy lett kidobva, és ezt nem szeretném kidobni, mert nagyon szeretem a glitter ragasztóját a NYX-nek, úgyhogy nem szeretném kidobni. Melyik színt nem használtam még? Akkor legyen ez, mert ezen látszik is, hogy ezt még nem használtam.
Nagyon finom, puha. Ilyen pezsgős színű. Ez lesz most. Egy picit a szememen aranyosabb színe van. Vagy aranyabb, de olyan fénye van, hogy így ott a világ. Nagyon jók a BH Cosmetics paletták. Anita mindig mondja, mindig mondta, hogy higgyem el, hogy olyan lesz, hogy atya úristen. És tényleg az, tehát a Passion in Paris-t is imádom. Abban van egy olyan lila szín, hogy atya vég. Fantasztikus. És nem glitteresek, hanem krémesen fényesek. Imádom. És tényleg olyanok, hogy így osztom. Így. Úgyhogy nekem ez nagyon bejött. Egy kicsit eldolgozom a szélét. Na, szóval ez egy ilyen kis próbáljuk ki meg céltalan csacsogós blogszerű, sminkerős blog lesz. Igyekszem használni a termékeimet, amik vannak. Nyilván mindig veszek én is új dolgokat, tehát én nem állítom azt, hogy nem. Mert ez az alapozó is ugye egy új dolog, de én nagyon szeretek kipróbálni dolgokat, meg ezt már nagyon régóta néztem. Szóval, mivel ez túl világos nekem ez a... Na, mit mond erről az alapozóról? L'Oréal Paris Infallible Fresh Wear alapozó, ez nem a beton matt verzió, hanem egy kicsit fényesebb és 32 órás tartóságot ígér. SPF 25 van benne, plusz C-vitamin. Úgyhogy nagyon jó dolgokat ígér. Hát ez egy baromi világos színnek sikerül, de rendeltem belőle egy sötétebbet, és én ezt most keverni fogom. Egyébként a fedése nagyon tetszik, mert nem ül meg a bőrömön, hanem olyan szépen beleolvad, és nem megy bele a ráncaimba, a pólusaimba, szóval nem emeli ki őket. Ezt én úgy fogom most használni, hogy kinyomok egy egész pumpát, és a Dior Backstage-ből fogok beletenni, mert ez meg annyira sötét és sárgás, hogy a legnagyobb nyárba sem lesz nekem jó, úgyhogy ezt fogom belekeverni ebbe az alapozóba. A fedésük körülbelül ugyanolyan, szóval... Az állaguk is így szinte teljesen megegyezik, úgyhogy ezt a kettőt azért használom együtt, és összekevergetem. És remélhetőleg sikerül kikeverni egy olyan szint, ami nekem most jó. Nagyon tetszik mind a két alapozó, és szerintem ezek ilyen, hát... Nem azt mondom, hogy dupja, meg mit tudom én, de együtt tök jól tudom használni, kevergetni ezt a két alapozót. És ennek nagyon örülök, mert tényleg azért nagyon nehéz alapozó színeket neten venni. Pláne így, hogy ha nem neten venném, akkor viszont baromi drága az alapozó. Tehát, hogyha bemegyek a DM-be is, ezt a Freshwear alapozót is meg akarom venni, hát azért nem 4000 forint lenne, hanem vagy 7. Úgyhogy maximum swatcholni tudok bemenni egy drogériába. És még így is nagyon világosnak ad, de ez a lámpámnak a fénye. Mert ha lehozom a nyakamra, akkor viszont tök jó vagyok. Azt vettem észre, hogy egyik se oxidálódik. Tehát nem változtat a színén. Na, meg attól is tartottam, hogy oxidálódik-e, de úgy vettem észre, hogy nem oxidálódik se a Dior, se a L'Oréal. Legalábbis rajtam, de ugye a bőr típus függő is, hogy az alapozók hogy viselkednek, és én nagyon szeretem ezt a két alapozót. Együtt is, de külön-külön is. Úgyhogy ugye eldolgozom még szivacssal is. Én valahogy ezt a szivacs dolgot nem tudom elengedni. Látjátok, a nyakamon is teljesen jó. Ezt a szivacs dolgot én nem tudom elengedni. Én nagyon szeretem eldolgozni a dolgokat szivacssal, mert sokkal szebb lesz. A szivacs leszedi a fölösleget, bedolgozza a bőrbe. Tartósabb lesz tőle, nekem az alapozó szebb lesz tőle. Nagyon szeretek szivacssal átmenni rajta. Ami nem tetszik most éppen, ahogy az orrom tövébe áldolgozta, az nem tetszik. Na. Így.
nagyon szép lesz egy óra múlva, olyan szép egységessé válik az arcomon ez a két alapozó. A fényvédő van az arcomon, és abba is gyönyörűen beleolvad, nincs rá panaszom egyáltalán. Nagyon szép. Végre valami, ami jól működik a zsíros bőrömmel, szóval igen. Olyan, mintha ki lenne száradva az orrom körül, pedig elvileg nincs. Na, szépen eldolgoztam, és akkor van itt egy korrektor, ami nagy kedvencem lett, mert a Reggie Beauty-nak a korrektora az tényleg nagyon jó az ilyen bőrre, mint az enyém is, hogy ilyen kis ráncos a szemem alatt, tehát ilyen 40-es bőr. Vannak ilyen finom ráncok a szemem alatt, nagyon sokat mimikázok, és attól ugye beráncosodik a szemem, viszont ez nem ül bele a ráncaimba, ez nagyon megtetszett, és tényleg úgy van, hogy nem ül bele, hanem szépen több órával később is gyönyörű szép marad, úgyhogy ez nagyon jó kis korrektor, nekem nagyon tetszik. Nagyon nem kell belőle túl sokat felvinni, mert azért elég erős fedése van, és ha ilyen szép vékonyan felviszem, akkor tök szép. Még mondjuk nem sikerült vele túlzásba esni, meg így nem megy bele a ráncaimba. Az is lehet, hogy a korrektoroknak csak annyi a titka, tehát én már ezen is gondolkoztam, hogy túl sokat használunk belőle, vagy túl matt korrektort akarunk ide a szemünk alá használni. Viszont most néztem a Dorcinak a videóját, a Glam by Dorci videóját, hogy neki a NYX Bare With Me, azt meg akartam venni, mert mostanában annyian mondták, hogy NYX Bare With Me. Állandóan megrendelem, de vagy 4000 forint még akciósan is. És nem rendeltem meg, hanem halogattam, de nem bántam meg, hogy halogattam, mert mondja a Dorci, hogy ha könnyezik a szeme, akkor rögtön belemegy neki a korrektor a ráncaiba, úgyhogy ez nem nekem való, mert nekem meg aztán szokott könnyezni nagyon sokszor a szemem. És azt nem fogom megvenni, azt a korrektort. Hiába, hogy annyira csábított, örülök neki, hogy kijött ilyen videó, vagy valaki végre meg is mondja egy kicsivel később, hogy jó-e vagy nem. Amit nagyon szeretek, az a Maybelline-nek a Lasting Fix porpúdere. Nagyon szeretem, nagyon szépen fixál, szép ez a púder, és ugye kapható drogériákban is, tehát nem kell érte bankot rabolni. Sőt, a parfumo.hu-n nagyon sok akciós termék is szokott lenni. Én ott szoktam vadászni ilyen nagyon felkapott dolgokra. Mert a Parfumon meg az ecosmeticum.hu-n szoktak marha jó akciók lenni. Most azt nézem, hogy a nyakamon még egy kicsit sárgábbnak is tűnik ez az alapozó kombináció, mint az arcomon. De az arcom egy kicsit pirosabb, szóval érdekes dolog ez, hogy így a retinolozás és a hámlasztás miatt egy kicsit ilyen fura állaga lett az arcbőrömnek, hát gratulálok magamnak. Na, most megcsinálom a szememet, befejezem, aztán megcsinálom a szemöldökömet. A szemem alsó részét ezzel a hideg barna színnel fogom kihúzni, nem viszek fel oda semmi extrát, oda azzal fogom itt összekötni. Az alsó és felső részt, Jézus, hozzáértem az ecsettel. Hát majd megpróbálom leszedni rendesen, véletlenül hozzáértem az ecsettel. Nézzétek el nekem, hogy itt bénázok, mondom, éjszakából jöttem haza, és még nem vagyok a toppon. Úgyhogy az is csoda, hogy még nem szúrtam ki a saját szememet az ecsettel, szóval igen. Aztán, hát majd teszünk rá egy kis highlightert, egy picit még látszik, de oké. Okay. Aztán, amit még szeretnék, szemöldök. Nagyon szeretem szemöldökre mostanságot, ceruzákat, van egy ilyen Marc Jacobs-os ceruzám, ezzel szerettem meg a szemöldök termékeket. Van itt nekem egy Reggie Beauty szemöldök ceruzám, sajnos eltörtem a hegyét, mert ennek nagyon vékony hegye van. Tök jó színe van, nagyon jó használható úgy, hogy megrajzolod, és ecsettel ugyanúgy át tudsz rajta menni.
eltörtem a hegyét véletlenül, tehát egy vaddisznó vagyok. Jó a színe, hő hatására olvad, tehát vaxosabb, keményebbnek tűnik először, de nagyon szépen lehet vele rajzolni. Vékony hegye van, és tényleg, tehát nem ez a meleg vörös rókabarna, hanem tényleg hidegbarna, úgyhogy tök jó ez is. Most a Marc Jacobs-ot fogom használni, mert ez a másik ceruza, amit még tudok használni. Azt is elfogom, azt a Regi Beauty-set, csak az nem videó kész most, mert most eleve béna vagyok, mert éjszakás voltam. Tudom, hogy már 25-szor mondom el, tisztában vagyok vele, lehet, hogy van, akinek unalmas, de azt most nem merem így használni, mert nem akarom még jobban eltörni, mert szeretném azt a hegyet kihasználni belőle, úgyhogy nem kockáztatom meg, hogy a bénaságom miatt most én ezt még tönkrébb tegyem. De nekem nagyon tetszik, mert jó színe van, és tartós is, tehát satírozható, tartós és jó színe van. Ilyenkor úgy szoktam, hogy csak nagyjából viszek fel a ceruzából, és utána az ecsettel fogom eligazítani rendesen. Mert az ecsettel be tudom szépen satírozni oda, ahova mondjuk a szőrszálak miatt a ceruza nem fogott, hanem az ecsettel így szépen el tudom dolgozni. Így. Ugyanúgy működik nálam valahogy a ceruza, csak talán tartósabb, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, mint a pomádé. Azt is használom, itt van a fiókban a Maybellinnek a pomádéja, azt is nagyon szeretem. A ceruzákat is nagyon szeretem. Mikor mihez van hangulatom, úgy szoktam használni. Hát nem tökéletes, de nem rossz. Ez a Maybellinnek ez a Tattoo Bro stylingéje. Ez ilyen szemöldök fixáló kis kefés gél. Nagyon szeretem, mert megszínezi a szemöldök szálakat. És tényleg fixálja is, nem mintha az enyémek annyira szanaszét akarnának állni, de valahogy ad egy dimenziót, hogyha ezzel átmegyek a szemöldökömön, és olyan élettelibb lesz, élettel telibb. Na szóval, nagy szavak, mikor nem tudok beszélni. Úgyhogy ez nekem nagyon bejött, mert szép, tartós, és egy kicsit nehezen lemosható, de marha jó. Tehát így ad egy dimenziót a szemöldökömnek. Aztán, bronzosítsunk, meg pirosítsunk, meg ilyenek. Nagyon szeretem a mini termékeket. Nekem van egy ilyen Tom Ford Glow Bronzer 02-es terra árnyalatban. Ez egy kisebb kiszerelés, nem a nagy kiszerelése. Jaj, de nagyon csillog. Nagyon szép színe van, én ezt a Douglas-ról vettem. 10.000 forint volt, azt hiszem, akcióba. Azért szeretem az ilyen mini kiszereléseket, mert így ki tudod próbálni a nagyon drága márkák cuccait, hogy mégis az neked milyen, meg azért egy ilyen mini kiszerelés is óriási sokáig jó, tehát rettenetesen sokáig tudsz vele bronzosítani, mert ebben is hány gramban? Hú, várjatok. 8 gram van benne, ez egy 8 grammos bronzer, és nagyon sokáig jó, tehát bőven ki tudod próbálni, használni, szóval nagyon jó, és ez egy glow, tehát nem annyira csillog, mint ahogy számítana rá az ember, tehát ez nincs tele csillámokkal, meg ritterekkel, meg ilyenekkel, nagyon szép, finom színe van, szeretem itt fönt kicsit elcsalni ezt a nagy homlokomat. És kétfajta ecsetet használok bronzosításhoz, ez a másik. Egy ilyen kis pufi ecset, amivel én el tudom szépen fluffizni ezt a témát. Mert így nem lesz olyan direkt. Mind a két ecsetet szoktam általában használni, nagyon szeretem, és ez nem meleg. Nem annyira meleg színű, tehát ez nem lesz ilyen rókavörös, vagy nem tudom, hogy látszik-e a képen, de ez nem az a vöröses, rókás, narancsos, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát ez nem az a narancsos barna.
Mostanában leszoktam a pirosítókról, pont ezért, mert nekem ez, hogy a bronzosítóval így körbe megyek az arcomon, nekem ez így általában elég szokott lenni, nekem ez így tetszik, és ha jobban megnézem, a korrektort még mindig nem ült bele a ráncaimba, szóval nagyon jó. Tetszik ez a Regi Beauty-s highlighter, vagy highlighter? Korrektor, nem tudok beszélni, Jézus! Aztán, akkor ha már highlighter, akkor legyen mondjuk ez a BH Cosmetics-es paletta, ez az óriási nagy penekkel, ami nagyon jól kivilágítja a kamerát, és legyen ez a rózsaszínes szín. Nekem nagyon tetszik, mert finom fénye van ezeknek a highlightereknek. Pirosítót nem fogok most felvinni. Tehát gyönyörű fénye van ezeknek a highlightereknek. Nem glitteres, hanem sima, ilyen sejemfényű, vagy szaténfényű, nem is tudom. Könnyen eldolgozható, krémes. Most azért megküldöm az arcomat, hát nehogy már, ne látjátok, milyen szép. Nagyon szép. És a belső szemzugba fogok belőle vinni. Szintén ebből a rózsaszín fényből, mert ezzel az aranyjal nagyon szép. Lehozom ide, az alsó szempilla soromra, sorom elé, alá. Meg a szemöldök csontomba is csempészek egy picikét. Hadd csillogjon az is, ha kimegyek a fényre. Így éjszakás után nekem ez kell. Aztán... van még egy dolog, amit össze szeretnék hasonlítani, ugyanis nekem feltűnt, hogy a Rimmel Trail Seeker homokóra alakú keféje annyira ismerős volt, hogy úristen, én valamiért annyira szeretem ezt a kefét, és a Too Faced Better Than Sex szempilla spiráljának is ugyanilyen keféje van, ilyen homokóra alakú kefe. Lehet, hogy nem ugyanaz a két kefe teljesen, mert nyilván nem lesz ugyanaz. De nagyon hasonló a két kefe, úgyhogy most az egyik szememen az egyiket fogom használni, a másikon meg a másikat. Most kezdem a Too Faced-del, mert az maradt a kezembe. A szempilla spirálok hegyéről szoktam leszedni csak a nagy gombócot, ami ott marad. Én nem szoktam nagyon lekapargatni róla a festéket, és... szerintem előfordulhat, hogy a dúpjának is nevezhetjük, mert a Better Than Sex nagyon szépen szétválaszza a pillákat, egyáltalán nem kezd el csomósodni rajta a szempilla spirál, és nem kezd el rágyűlni sem. Gyönyörű, úristen, de szépen szétválaszza a pillákat. Nagyon szép. Alsó. Így. Szóval mutatom, hogy ilyen. Gyönyörű pillákat csinál, gyönyörűen szétválassza, és egyáltalán nem csomósítja össze. És a rimmel, erről is le kell szednem a hegyéről, mert mindig oda ficeg az a gombóc, és a rimmel is olyan, egy picit többet hord fel a kefe, viszont nagyon szépen hosszítja a pillákat, és hogyha ügyes vagyok vele, hát, nekem tetszik. Szóval ez akár a dupjának is nevezhetjük, mert hasonlóan ez sem. Talán ez egy kicsit több terméket visz fel már így a többedik húzásra, tehát jobban dúsítja a pillákat, viszont ugyanúgy hosszítja. Nyilván nem ugyanaz a formula van benne. Ó, de szép vagy. Így néz ki a rimmeles oldal. Ezt mindenképpen össze akartam nektek hasonlítani, mert hogy eszembe jutott, hogy ilyen homokóra alakú kefém, nekem van több is. Szóval ilyenek a pillák. Szerintem simán mondhatjuk, hogy a rimmel, az a Better Than Sex-nek lehet egy dupja, egy olcsóbb verziója. Nekem nagyon tetszik.
Nekem nagyon. Tehát ez jutott eszembe, hogy ezt ki fogom nektek próbálni, így videóban, hogy mennyire mondhatjuk dupnak, mert szerintem teljesen jó, sőt a rimmelé talán egy picit hosszabb is. Aztán, amit mostanában nagyon sokat használok, az a Catrice-nek ebből a Matte Scandalous sorozatából ez a 030-as barnás színű rúzsa. Ilyen púderes. Egy kicsit nekem hasonló. Nagyon szeretem az állagát. Ennek egy kicsit ilyen púderes, sejmes tapintása van ennek a rúzsnak. Nagyon szeretem. Ilyen a színe. Nagyon szép a mintája, van rajta egy ilyen kis bordázott minta. Valami 1600 forintért vettem, nem is tudom, de nagyon finom állaga van. Nyilván nem egy tartós rúzs, hiszen ez egy Catrice rúzs, de a MAC-nek a... Van egy teljes kiszerelésű MAC rúzsom, ez a Powder Kiss formulájú rúzs. Ennek érzem ugyanezt a púderes hatását, ugye ez a MAC, ez meg a Catrice, és tapintásra mind a kettő ilyen púderes, tényleg ezt a szót kerestem, hogy púderes tapintású rúzs, egy picit fényes matt, tehát nem az a betonmat, meg az a gagyimat, hanem nagyon szép fénye van, és nagyon szeretem ezt a Scandalous sorozatát a Catrice-nek, mert nekem nagyon tetszik. Úgyhogy, hát most mutattam egy pár kedvenc terméket, az alapozót még kitapasztalom, hogy a legjobb, de már most gyönyörű a bőrömön, tehát annyira szép, és nem betonmat, hanem van egy kis sejem fénye. Nem ült bele a homlokráncaimba, még így a Diorral párosítva sem. Nekem nagyon tetszik ez az alapozó. Attól függetlenül, hogy most nagy divat ez a Lumi, meg mit tudom én, milyen alapozók, hogy így nem nagyon látszik a bőrödön, nekem azért jó esik ez a fedés, és nyilván nem vittem fel belőle olyan rengeteg sok mennyiséget, meg a szivacsal átmegyek rajta, szóval le is szed belőle, de nekem ez a fedés nagyon tetszik. Most nagyon jó esik, hogy így rendesen takar az alapozó az arcomon, valahogy ez most az én dilim. Úgyhogy ezeket a termékeket szerettem volna nektek megmutatni. Érdemes lehet kipróbálni a Rimmel Trail Seeker-t és a hogy hívnak, Too Faced Better Than Sex-et. Azért ez 10.000 forint körül van, ez meg 3.000 forint, és tök jó. És tudjátok, hogy ezt a Rimmelt én már hónapok óta használom, és még mindig nem dobtam ki, mert mindig gyönyörű szép. Annyit szoktam néha csinálni a szempilla spirálokkal, amiket már nagyon régóta használok, hogy fogom, és a keféjét, egy papír zsebkendővel teljesen letörlöm, hogy teljesen friss terméket vegyem fel, ha esetleg a kefébe már bele lenne itt-ott száradva a festék, a sok kihúzogatástól, akkor letörlöm róla, és akkor frisset vesz fel a tégelyből, mert a tégelybe azért csak nehezebben szárad be. Úgyhogy ilyeneket szoktam csinálni. De szerintem én be is fejezem ezt a csacsogós, éjszakás utáni sminkelős vlogot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, és gyertek live-ozni, jelentkezzetek live-ozni, ha van kedvetek. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, millió puszi nektek, sziasztok!